Na hello, sziasztok! Itt egy újabb Heroes of Might and Magic rész. Úgy annyira randomizáltam ezt a történetet, hogy ugye sikerült az orkokat a kettő rész alatt megoldani. Úgyhogy úgy fogjuk csinálni ezt az egészet, hogy most generálok egy olyan térképet. Nézzük. Jó lesz nekünk ez is. Ugye? Igen. Játékosok 2. Gazdag. Semleges hadseregek normál. Vegyes terepek az lehet. Kérünk mondjuk egy új csírát azért. Kérünk még egy új csírát. Ezt a csírát már ismerjük. Oké. Okay. Folytassuk. Nézzük, hogy mink nem volt még. Vegyük ide egy gépkönnyűt. Mivel nem voltunk még? Szent Birodalom erőd megvolt. Menjünk sorba. Menjünk sorba, legyen egy akadémia. Az akadémiának nem igazán tudom, hogy mi lenne az igazán megfelelő ellentét párja. De... metamágia. Aha. Rágyúrunk ugye a hősöknek a... a metamágia. Ez a metamágia. Ez úgy néz ki, hogy ez a specialitása a... az akadémia hősöknek. A hős egy hadjegységre is kezdő szintű hadis és képzés indul, a további ismeri a következő képzés, nagyobb szívóság. Egyenlőre nem nyerte el tökéletesen a tetszésemet. Eszménykép. Ős mágia. Nem tudom, nem tudom egyenlőre. Fény mágia, diplomácia, hadviselés. Ez tetszik, ez a Theodorus. Az lehet, hogy jó lenne. Azonban... újabb eszményképes hős. Hát nem tudom. Nehogy már ezzel akadjak meg. Ennek meg... hát az sem jó. Jó. Legyen Theodorus. Ezt meg randomra teszem, mert...
nem számít semmit. Egy hét, amikor igazán nem történik semmi. Milyen hét az, amikor nem történik semmi? A durva lenne egy olyan hetem, amikor nem történik semmi. Az olyan... Úristen, kukacmány.hu. Nézzünk egy jó hőst. Másodlagost. Aha, yes. Tök jó, a két balpityus. Jó. Nézzük meg őt, hogy ő miből franyák amúgy. Azt mondja, hogy ugye hadviselés fullozható, levegőmágia fullozható. Igen, kézítős és sötét felfedező hadvezetés. Végzett tűzmágia, ősmágia. Nála ez levegő... Hadviselés... Jó. Jó. Akkor legyünk így. Miért is lenne csekély? Jó. Van egy kis problémó. Jó, figyelj! Legyünk inkább így. Így. Te meg... Jó, akkor így lesz. Jó. Hát, mit se tudunk mit máshogy. Miért is. Azt mondja, hogy kell mondjuk egy ilyen. Tök jó, mert ugye alapvetően az akadémia az ugye a tudásra épülő vár frakció. Arról hírhettek, hogy mit tudom én. Arról hírhettek, hogy hát bizony... A varázslataik azok iszonyat erősek. Rengeteg olyan lényük van, ami nem élő lény, azaz gépek, szerkezetek. Hát ugye elég vastagon elmondható róluk, hogy a morált nem igazán használnak. És ebből kifőleg elég érdekes őket alkalmazni is. Jó. Tehát nem hat rájuk semmilyen mágia. Viszont az ellenséges mágiát azt azért... Pont azért jó, mert ezzel viselik. Tehát mi se tudjuk őket úgymond buffolni, de... Nem is azért kellene nekünk, hogy buffolgassuk őket, hanem azért, hogy oda csapjanak. Mi a manó? No money, no szén. Hát persze, hogy nincs szén. Hát hol lenne a szén? Hát ilyet. Öregem. Föl kell szedni a szenet.
Szén az nem úgy van, hogy fogod magadat, azt izé... Csak úgy jön. Hibát, hibára halmoz az ember, ha kapkod. Nem kell kapkodni. Fölösleges kapkodni, ugye? Többek között már csak azért is. Ugye? Mert nem jutunk egyről a kettőre. Ez nem lesz az rossz. Na hát ez most egy keserves. Hát van nála. Szomorúbb tény, de össze kell úgy mindenkit, igen, össze kell vernem ezeket, mert nincs egységem. Nem lesznek lények. Nincs szén, nem tudok építkezni. Elég rosszul jött ki ez a terület azért. Valljuk be. De nem számít, nézzük milyen veszteségekre számíthatunk. Akkor én ezt nem játszom le. Nem ez lesz az első bemutatkozós harcunk. Upgrade-eljük fel, ha már itt tartunk. Nem. Gargoyle. Ő is az a tipikus, hogy elég jó védekezése van ezeknek, ami azt illeti. Jó, menjünk tovább. Nem tudunk úgyse csinálni ezzel semmit sajnos. Az a baj, hogy egyébként az előző részekben ugye úgy voltak megcsinálva ezek a nyersanyag kinyerő lelőhelyek, mondjuk így, hogy hát bizony. Hát bizony. Voltak itt a terület. Tehát itt van mondjuk ez az ércelelő hely, és akkor úgy volt, hogy ha az ember idejött megölt az előtte lévő hősöket, akkor ez a itt két kupac érc ugyanúgy, tehát volt. Tehát nem csak az van, hogy oda mész, azt helyhó valamit megoldasz és megcsinálod. Hanem igenis. Ez csúnya, ez nagyon csúnya. Remegjél nyugodtan, nem érdekes. Nem fontos. Gyönyörű, valamit tudunk, villámrobbanás. És egy PC-t belegyengítünk, hogy nehogy a... Oké, köszi. Köszi. Nem érdekes. Tehát, egy kis áttekintés, gólem.
Nem mozo... nem élő lény. Tehát nem tudjuk... nem tudjuk. Szóval... A gólem, az nem élő lény, hanem valami hackelt kreálmány, amit ezek az akadémia lények rakosgatnak össze. Bűvölik bele a lelket ezekbe a csofadványkákba. És ezek a csofadványkák... Ettől féltem. Nem egyszerű, nem egyszerű. Nem baj, megoldjuk. Az a lényeg, hogy a... Az ISK-kat szépen le. Tehát ők nem, ő rájuk nem hat sem orás, se szerencse, nem lehet gyógyítani őket. De rá, lassítás, szeret, semmit nem lehet rájuk tenni. Ezzel szemben elég jó kis... pajzsuk van. Tehát jó velük szórakozni. De... Van azért szokott néha hátrány is lenni, hogy ilyen élettelenek. De hát gargoyle, mindegy. Kapott valami plusz szerencsét, a hősömnek van szerencséje, tök jó. Nagyon jó. Ezeket van a lődöm végig. Nem számít. Megoldjuk. Tehát igen, ott tartottunk, hogy golem gargoylők az első ilyen alaplényei. Aztán... Kabir. Ő egy új botyesz. Hát... van baj a Kabirra, mert... Az az igazság, hogy... hát... Ez egy új lény, akik... nem igazán értem, hogy hogy kerültek bele ebbe az egészbe. A szituáció lényege, az leginkább az, hogy... alacsony kis, ugye a cuki kis kabirkák valami tűzzel kapcsolatban vannak. Aha, kösz. Örülök. A területről ki fog tudni menni? Amúgy reméljük, igen. Természetesen nem lesz ez a probléma. Az nem kell még egyelőre. Jó, akkor csináljuk ezt. Hát ha. Ja, jó. Oké, megépítjük itt a mit tudom én, mi... Tehát, nézzük meg elsődleges hőskéket. Van neki... levegő mágia. Hős mágia tűz. Jó, ezt kell tudnunk nekünk. Azt mondja, hogy... pucoljunk. Jó, mindegy. Tehát... ugye... tehát mindenhez szén kell, és nincs szenem. Na jó van, elég volt ebből. Mindegy. Kaptunk újut. Tehát az a lényege, hogy minden szinthez... Hát ez nagyon varázs... Tehát varázslás alapú a játék. Ennek a... ezek a... egy kicsit fáradt vagyok. Szóval...
varázslat alapú lények ezek, hősök, izék, mindenek. És az a lényege ezek az egésznek, hogy ugye arra van ráerősítve minden szinten, szinte minden. Így. Csak ebből kifolyólag arra kell rágyúrni, tehát hogy nagyon nem a harci egységek a jók. Ez komoly! Jó, mindegy, hát ez van. Ugye? Ebből lesz gond. Mert ez itt nem az a történet, amikor hű, de könnyedén megy itt minden. Ugye addig, amíg a gyalogsági... Menj már! Nem is értem. Tehát addig, amíg a gyalogsági egységeinkkel nem érünk oda, addig bizony egy ilyen távolsági lény, aki a távolsági sebzést használó lény támad, ő elég jól le tudja szedni itt a brigádot. És hát azért ez egy csomó esetben elég rossz érzés. De... az benne jó, hogy valószínűleg ez egy kezdeti történet, azért igyekszünk minél több egységet meghagyni, hogy ne fogjanak el, de meg hát alapvetően is, na. Így. Lehoztuk. Ismét volt veszteség, mert volt. Tehát hogy gyakorlatilag az összes kabírt elvesztettük, amit főszedtünk. Ugye kár volt főszedni őket. De nem számít, mert... két darab erő, nagyon jó. Egy kunyhó maradványéről bokkasz, melyet szemmel látható a villámcsapás semmisített meg. Úristen, elképzeltem. Na jó van. Még egy kis TP. TP. Jajj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 
De... ez nekünk tök jó. Itt a három darab szén. Akkor... így. Gyorsan elküldjük azt a rengeteg szenet, amit összegyűjtöttünk. Jöhetnek a kabírok. Muszáj. Lövő egységeket gyűjtögetni. Azt mondja, hogy... ja, hát nulla védekezés van ott, kérem szépen. Akkor ez egy tehát azért érezhető, hogy ugye... támadóbb szellemű hőst kaptunk. És ez teljesen jogos, meg jó lesz ez. Nem lesz ezzel probléma. Menjünk sorba. Így... lesz egy viszonylag erősebb gyíkarc. Meg lesz egy kifejezetten lájtos gyíkarc. És jó lenne, ha ezek már nem támadnának többet. Jó. Várható volt, mindegy. Nem számít. Ez az. Egy kis homok óra. Jó. Akkor sajnos így kételenek vagyunk. Ugye megsebezném vele a gólemet, amivel amúgy nem szednék le belőle semmit.
De... az a baj, hogy akkor lőtte volna azt. És az nekünk annyira nem jó. Így pont vissza... Nagyon gyönyörű, gyönyörű. Ugye más esélye nem is lett volna itt a dolgokra. Hát akkor... Egy szintlépés, ez belecsúszhatott volna itt a dolgokba, nem baj, nem érdekes. És azt mondja, hogy ugye nulla a védelem, párosul három támadáshoz. Egyértelműen védelmet fogunk neki adni. Nem tudunk oda menni. Nem tudunk oda menni. Hát ez van. Így. Átlagos. Az átlagosban nem nyúlnék bele. Mert az átlagos, az csak abból átlagos, hogy... alacsony. Jó. Alacsony az is. Neki is. A plusz védekezést azt begyűjtjük. És jövünk ide-vissza. És jöhet az új hét. Necces, necces, necces. Nem mondom, hogy nem megoldható. Teljesen más szituációba kerültünk. Egy kicsit kellemetlen a dolog. De ezen úrá lehet lenni pikpak. Szóval nem az a... ajaj. Nagy gáz van kategória. Hanem azért... minden esetben... tehát a... tehát ez külön érdekes dolgok ezek itt. Nem gondoltam volna, hogy ez csak... valahogy életbe kéne tartani azt a 15 darab kabírt, mennyi darab kabírt, igen. Ajjaj. Ajjói. Az is, csak körbe menős. Jó, hát akkor ezt megreggelizzük itt szépen. Csata indítása. Egy picit, egy fokkal könnyebb dolgunk van, mert végre nem lövő egységekkel találjuk szembe magunkat, hanem ugye gyalogos, illetve közelharci egységek, ahogy szerintem lehet egy hivatalosabb a megfogalmazás. Azaz. Zseniális. Azért itt ezt majd óvatosba kell küldözgetni ezeket itt, mert... hoppá! Na, Mizu. Jó, oké. Mert ugye... jó, egy egysége kevesebb. Annyival kevesebb morális. Így, így. Oké. Tök jó. Akkor most őt is kifogom egy picit izélni. Ja, te jöztes. Jó, oké, nem szóltam. Brünnhilde. Gyertek közelebb. Nagyon jó. Ez az. És még így is volt egy, így is plusz morát kapott. Elképzelni nem tudom, hogy ez hogy működik. Fogalmam sincsen. Legyengítettünk mindenkit. És azt mondja, hogy... mi vagyunk lehet abból, ha a legnagyobb egység, a legnagyobb megmaradt egységgel kezdjük. Aztán jöhet a ketteske. És végül, de nem utolsó sorba. Egyeske. Szóval a kabírra nem lehet tűzzel hatni, mert a kabírra szépen tüzet lő. Tűzalapú dolgot használ. Hát, majd kiderül. Most megnézzük, hogy... nem most romló támadó egységét közvetlenül is irányítjuk. Nagyon jó. Oké. Tehát itt ilyen az irány. Szerintem megoldjuk így. Te. Megy itt a logisztika. Adhattál volna fát. De nem adtál fát. Mert paraszt vagy.
Nem számít. Nem lesz ezzel probléma. Azt gondolom. Csata indítása. Azért itt a legtöbb... A legtöbb... A legtöbb esetben... Ugye... És viszonylag könnyű dolgunk lesz. Jó, van még egy kis szansz, még egy kört szépen jönni fog. Kénytelen vagyok használni, mert nem. Nem lesz egyszerű a pite. Ide állunk, megvédjük szépen a kis tanoncunkat. Igen. Tök jó. Úgy olyan, mintha kisebbet lőne. Nem, egyébként nem itt kezdődnek ezek a pajzsőrök, ezek ennyire izmosak. Nehéz őket ledurrantani normálisan. Így. Oké. Szépen hátba kocsintottuk. Ez az jó lesz, jó lesz. Érdekes, hogy felgyógyította. Azért fura, mert ezek általában nem szokott hatni. De hát most igen. Nem lett volna rossz, ha hármat durran, de nem fog hármat durranni. Így. Hát ezt meg már szebből. Ennyi az egész. Nem volt ez sem nagy ügy. Vannak veszteségek. De most már elmondható, hogy... Hát igen, csak lájtosan. Tök jó. Kapunk még vissza egy kis olyan tehát kapunk vissza úgy regenerálódást, hogy... Tehát ha mana visszajön addigra, ércet kaptunk, nagyon jó. Hát ennek megint csak annyira nem örülök. De nem baj. Azt fogom csinálni, hogy a következő körben... Ugye, hát ebben most már nem lesz. Ebből nem lesz 10 rugó. Jó. Ezzel mindenképp ebbe a szempontból jobban járunk. 10 mana. Nem baj. Egyszer tudjuk bejasználni a tűzcsovát. Meg ez egy egységes történet. Azért nem mindegy. Oké. Kihagy.
Ez már közelebb nem jön. Ugye? Kabirok, szegények. Na baj. Ugye innen már nem nagyon van manna. De... ugye itt már nem is annyira ütőképes. Mondjuk ez is egy erős túlzás, de... attól megadjuk neki a módját, hogy... ne kelljen... stresszelni. Oké. Okay. Még egy lövés belecsúszik. Nem baj, hazamegyünk, felupgrade-eljük. Nem tudom, miért így pakolta le, megnézzük. Megmondom őszintén, nem nagyon van kedvem arrébb tenni őket, úgyhogy ez egyelőre így marad. Egy. Ebből a kabírból egy ilyen 440 ezer darab kell körülbelül, tehát hogy ez jó legyen. Ugye beállt a kőmögé, nagy örömömre. Ezt mit szépen ki. Nem nagyon volt rajta mit lőni, így gyógyítani. Úgyhogy annyira nem vagyok megijedve ettől sem. Én most szépen megvárom, amíg ő lelépi a lelépnivalót. Ugye egyértelműen ez volt a célja. Hogy... ennyi simán belefér. Ez az a gyereki. Ja, nem is azt ütötte meg. Mindegy, nem érdekes, nem számít. És a kabír fele megy majd a bunkója, figyeld. Egyértelmű. Nem. Na. Érzékelte, hogy azért ott van némi átfedés abban, hogy nem az a legerősebb egysége. És azért rárepít a gargolyra, hogy hát ha kap rá sanszot, hogy... viszonylag kicsi kezdőterület. Viszont annál nagyobb potenciál volt itt a rengeteg szén meg a mindenféle finomsággal kapcsolatban. Úgyhogy nem lesz ezzel baj. Ez igen, ez egy jó hét. Hogyha szappanbuborékot fújhatunk, akkor ez mindent felülmúl. Na most, azért itt ebbe a formába, ugye, nem. Oké, csináljuk meg a városházát mindenképpen most már. Az sem baj, ha nem sikerül itt mindent megoldani első nekifutásra. És most lénygyűjtésbe fogok kezdeni, azaz kénytelen, nem, mindegy, menjél most már be, ha itt vagy, oké. Okay. Vele, gyere be, nagyon jó, őt felugrédeljük.
Őt áttesszük ide, aztán csere, nem, vissza. Helycsere, na tök jó, egy gomb, oké. Okay. Abból nincs. Akkor ez ennyi. Ugye, és akkor erre a napra egyértelműen nem fogunk építkezni. Alacsony. Még mindig csak alacsony. Jó, hát ott akkor kettő csata lesz egyből egymás után. Azt szépen megröttyantjuk. Aztán majd kialakul a dolog. Hogy, hogy és mint. Csata indítása. Nagyon jó. Ugye, itt most... Ugye van egy kis plusz mákos tokedli. Egész egyszer abból azokból van mana. Mana. Mana, mana. Mana, na, na, na. Nulla. Azaz... 33-33-at sebez. Egyáltalán nem mindegy. Egyáltalán nem mindegy. A nekró. Ez egy picit mindig többet sebez. És ez tök jó, ez most nagyon jól ki, végre kaptuk egy véletlenszerűen egy plusz morált, amit egyáltalán nem is értek, hogy ez... hogy is igazán alakulhatott ilyen jól. Így. Kicsit próbálok figurázni, nem biztos, hogy kell. De... hát, ha van értelme. Így rá fog menni a kis gólemkékre. Azért gólemkének egy plusz 8-as a védekezése. És ez... Ajaj, hogyha nem állok el onnan, akkor ez nem történik meg. Na mindegy, kapjuk le, gyorsba. Szerintem nem tudok vele mit kezdeni, így van. Ez van, kész. Ez egy... Mindegy. A plusz szint lépés az jó dolog. Tüzérségi pergőt hűz. Ez egy jó cucc lenne, jó cucc lesz. Igazából, amíg egész egyszerűen nem lesz jobb. Nem igazán értem, hogy ez mit. Főleg azért nem tudok oda menni. Tehát, gyakorlatilag semmi, de semmi az égvilágon értelme nincs. Hoppá. És a medúza az jön gyorsan, szerintem. Általában az szokott lenni. Igen. De... szerintem megoldjuk. Ott van az. Ennyi. Ez volt részemről a fontos. Az, hogy ő meg egy-ez egybe ide közel jött.
Ja. Igen. Nem, nagyon is jó lépés volt. Hát ott lesz Bukta utca, igen. A gargoylokat azt folyamatosan veszíti az ember, tehát az... Ezt általában ő lesz az az egység, akit ugye azért fogunk onnan elpaterolni. Hogy ne az legyen már, hogy... Megoldjuk. Nem fogok ugye mind az összes lényen menni. Tehát a gargoyle az biztos, hogy a helyben marad, mint védekező egység. Aztán ez mellé... Simán benne van a pakliba, hogy ugye... Csatlakozni fog... Kedves barátunk... Gólem is. Hát igen, ezek ilyen érdekes dolgok. Ez van. Ezt kell szeretni. Megyünk haza. Lesz baj. Houston, van egy kis gond. Akkor adja magát a dolog. Kell 10 rongy. És amíg nincs meg a 10 rongy, addig más nagyon nem építkezek. Nézzük. Lamasú. Efrit. Az Efrit az egyetlen egy olyan lény, amiben úgymond csináltak valami újszerűt. De az Efrit meg a Heroes 4-ben volt. Azt hiszem... Ha nem is először, de utoljára biztos. Tehát ezt is lopta a Limbic, és egy ilyen... törpés kiegészítővel érkezett semleges lény. Hát... nem tudom. Annyira nem vagyok oda érte. Megmondom őszintén, nem is nagyon... Egyébként nem nagyon jutottam még el odáig, hogy... Amúgy is... nem, jó, oké. Akkor szerintem itt már meg kell, hogy ez legyen. Azért mondom. Ez megvan! Súlyos. Hú, de rossz hallani ezt. Húha. Hűha. Tök jó. Ezzel már nem lesz gondunk. Vegyük ki ezt a három kabírt. És... Ez meg a másik egyébként, hogy...
Nehogy véletlenül jól sikerüljön a dolog. De nem lesz szerintem ezzel sem olyan nagyon nagy gond. Ezüst pavilon, legyenek lények, attól függetlenül, hogy nincs pénzem kivenni őket. Attól függetlenül érdemes azért kivenni. Ez jó lesz így, oké, értem. Fölfogtam. Hát kénytelen vagyok ezt építeni, nem tudom, hogy ez hogy lesz majd ott, de ez egy kicsit vicces. De nem baj. Na, hát akkor ez a videó most hirtelen ennyi lett volna mára. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Szia babám! Csokkolak, vigyázzatok magatokra, ha tetszett a videó, lájkoljátok, örülök, hogy megnéztétek, még egyszer, sziasztok, csecső, hello!